élet, élet, szent, megunt élet. Milyen jó visszajönni beléd. Mondja, jutottam eszébe valakinek. Nekem sokszor, mindig. 10 évig váratott magára. Hányszor láttam álmomban, hányszor vártam, hányszor reméltem, hogy egyszer, még egyszer látni fogom. Tél tündér. Istenem, hogy újra itt vagyok. Sok szeretettel köszöntjük Önöket, ez itt ismét a Széles Vásznú Történelem, és mai utazásunk az egészen 1971-ig nyúlik vissza. Szimbád, ez a mai filmünk, melynek rendezője Huszárik Zoltán, operatőre Sára Sándor, és itt van már velünk a stúdióban Tóth Augusztán, Jászai Mari díjas érdemes művészi művész. Szervusz, köszöntünk. Szia. Itt a stúdióban. Köszöntöm a nézőket, sok szeretettel. És Berettyán Sándor színművész, szervusz. Jó estét kívánok. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. A Szindbád alapvetően az Osztrák-Magyar Monarchiában játszódik, az Osztrák-Magyar Monarchia korviszonyait tükrözi vissza. Szerintem nagyon hitelesen, és ugye maga a film, amit az előbb ezt is mondott, Huszárik Zoltán rendezett, az megpróbálja kicsit egyé gyúrni azokat a novellákat, vagy megpróbál egyfajta láncolatot képezni a novellák között, amit Kródi Gyula írt, aki szintén ugye a kortárs volt. De az Osztrák-Magyar Monarchia arról is híres volt, hogy a GDP, az egyfélesült GDP, az peredeken emelkedett fel-fel, és orra alakultak a gyárak, a nagybirtokos mezőgazdasági üzemek szintén, nem akarnék belemenni teljesen a részletekbe, de az a lényeg, hogy talán minden adott volt ebben a korban ahhoz, hogy a szerelmek még szebben szövődjenek, a polgári létforma elterjedt, egyre több színház alakult, egyre több koncert, komoly zenekoncertet adtak, és valahol ez a polgári millió hívta életre Szindbád alakját. Én most kérdezem mindkét színművészünket, akik érintettek a színdarabnak a színrevitelében, hogy önök is, vagy ti is így érzitek, hiszen megbeszéltük, hogy tegeződünk. Augusta? Átadom a szót. Hát én abszolút azt gondolom, hogy az egész mű egy nagy-nagy álombeli utazás, és ugye ezt a boldog békeidőket, amiket aztán később majd tovább fejlődik a helyzet Magyarországon, ugye a későbbi boldog idők, de a film igazándiból számomra Kródinak azt a kivetített vágyát mutatja meg, és ezt fantasztikusan a Huszárik és a Sára, ahogy ezt megcsinálták, hogy gyakorlatilag ez egyetlen egy álom, az más, hogy több részben írta le, de valószínűleg ez egy ugye a hajós, Szindbád a hajós, akit én Kródinak gondolok, Kródi a házasember, aki kikötött, és ezt a kikötést, ezt nehezen éli meg, és visszamegy, mint hajós a régi helyekre, és gyakorlatilag így álmaiban éli meg, az íráson keresztül éli meg azokat a vágyakat, amit egy férfi, egy szabad elvű, szabad gondolkodású férfi szeretne megélni az életében, mint egy igazi férfi. Tehát nekem erről szól a Szindbád, nem elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia, hanem Kródi. Kródi, aki mint férfi mire vágyott, vagy mit élt meg, vagy mit szeretett volna megélni, és ezeket írta le. A szerelem és az élet szeretete. Mondhatjuk azt, hogy talán ez a két legjellemző vonás ennek a filmnek, Sándor? Én azt gondolom, hogy abszolút mondhatjuk ezt róla. Hát hiszen, ha jól emlékszem, akkor 107
az így el is hangzik, hogy 107 nőbe volt szerelmes. És hányban még mondja rá ugye a majmunk, hogy hányban még, amiről ő nem tud, és ő annyit szám, hogy 107 szerelme volt a Szindbádnak. Miközben valahol ez a 107 nő, ez ugyanazon nő. Csak más-más alakban jelenik meg. Más a hajaszíne, más a ruhája, más az illata, de valahogy Szindbád mindig is talán a, hát nem is tudom, múzsáját, vagy a szerelmet magát, azt természetesen valószínűleg a szerelmet magát kereste, és minden nőben, vagy minden nő csak addig volt érdekes számára, még a szerelem heve hajtotta, és ameddig volt valami titok ebben az egész történetben. Illetve ami ki nem derült számára, hogy ez a nő nem az ő vágyálma. Tehát hogy amire ő valójában, azra a komplex nőre, hogy minden nő az ő művében valahol ugyanaz az egy típus, akit ő keresett, de mindig kiderült, hogy nem. Illetve van egy. Van egy, akihez mindig visszatér. Igen. Majmunka. Igen. Majmunka az a nő, aki talán idősebb volt nála mindig, tehát ezt tételezzük, hogy egy idősebb érett nő, aki pontosan tudta, hogy ez a kis fickándozó, kis kalandvágyó, fiatal ember, bohósága, úgy, ahogy van ezt ő, el tudta fogadni, tehát nem akarta megváltoztatni. Tulajdonképpen minden nő akkor veszített, amikor ő Szindbádot meg akarta fogni, és meg akarta változtatni, és magáinak akarta. Abban a pillanatban elvesztette. Van is egy filmből egy részletünk, aminek az a címe, hogy emlékszik, éppen erről, ezről a bizonyos majmunkás dologról szól, de nem akarom lelőni a nézők előtt, most nézzük meg ezt. Tudja, Szindbád? Én már nem úgy szeretem magát, mint az elhagyott, elfelejtett kedvese, hanem mint az édesanyja. De ismerem is ám magát, mintha én szültem volna. Emlékszik 10 évvel ezelőtt? Időm beteg volt, és csak akkor tudott elaludni, ha én simogattam a hátát, és akkor megígérte, hogy elvisz a cirkuszba. Azóta se vitt el a cirkuszba. Márpedig én nem megyek senkivel sehova. Csak magával. Csak semmi szemrehányás, majmunk. Volt maga leány korában eleget a cirkuszban. Alig különbözik az valamit az Orfeumtól. No, de a lovak. Lovak. Láttunk mi már elég komédiát az életben, majmunk. Lehet, hogy ez a nő még mindig szerelmes Szindbádban. Azt azért mondjuk el, hogy Augusta, te kérted ezt a részt. Ez az én kedvenc jelenetem. Én biztos vagyok benne, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy ő maximálisan szerelmes ebbe az emberbe, de pontosan tudja, hogy nem lehet az övé. És ezt talán pont ezért szerelmes belé, mert nem lehet az övé? Nem. Nem, ő ezt az embert zsigerében szereti. Úgy, ahogy van, olyannak, amilyen. Ettől tér hozzá mindig vissza. Nem, ez a szerelem, a szerelemnek az a típusa, formája, ami magától értetődő, és nem lehet megmagyarázni. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit szeretek benne, de szeretlek. De ő pontosan tudta, hogy úgy szereti, ahogy van. És hát ez a teljesen bölcs asszony, hogy én már nem úgy szeretem magát, ahogy korábban. Tehát ő be is vallja, ő ezt áttranszformálta, átvitte egy másik fajta síkra a szeretetét. Felmerül akkor bennem a kérdés, ami szerintem évszázadokon áttartó kérdés, hogy mit is jelent a szerelem? Nektek mit jelent a szerelem most, akkor Sándor, téged kérdezem. Miért engem kérdezel először? Te vagy a tapasztalatom. Én vagyok a tapasztalatom. Te vagy a férfi. Igen. Hát a szerelem az valami olyan dolog, ami azt hiszem, hogy anyan szinten képes megemelni az ember lelkét, legyen az férfi vagy nő.
és egy olyan fajta erőt tud adni, és biztonságot, amivel azt érzi az ember, hogy legyőzhetetlen. Én úgy gondolom, valami egy olyan kapocs, egy olyan erős emóció, amit képtelenség kontrollálni észre. Talán így tudnám hirtelen megfogalmazni. Lesz majd egy filmrészletünk, amit kifejezetten te kértél, azt majd ezután meg fogjuk nézni, de Augusta, te véleményedre is kíváncsi vagyok. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert számomra, mert ugye ennyi évvel forban a fiatal kollégámmal szemben, mélységesen egyetértek azzal, hogy egy olyan emóció, de ez egy kémiai vonzalom, tehát semmi esetre se degradálnám a szexuális vágyra. Nem, mint hogyha bármit szeretnék megvetni, vagy, hanem a szerelem az egy olyan, a szeretetnek egy olyan hirtelen, feltörő, megmagyarázhatatlan, a másikba belebújni érzés, a másikkal összesimulni, a másikkal együtt lélegezni érzés. És valószínűleg ennek is vannak többféle válfajai, tehát ezt lehet leképezni a birtoklási vágy szintjeig, de oda se tenném. Számomra az a szerelem, amikor az élni és élni hagyni dimenziójában tudunk egymás mellett létezni. Lehet, hogy az már mások szerint az a mély szeretet, de hogy el kell indulni valami ilyen, amikor megölelitek egymást, és tudod, hogy egyek vagytok, és ismered. Valójában nem ismered. Gőzöd nincs, hogy kicsoda. De mégis azt érzed, hogy ismered. Nézzük meg most azt, hogy szerelem a tánc a túljegén, az előbbiekben, amikor ugye a filmből láttunk részleteket, már itt utaltunk erre, egy gyönyörű jelenetről van szó, Nagy Anna és Latinovics Zoltán főszereplésével. Köszönöm, Szimbál. Sose felejtem el önnek. Tiltindére, Istenemmel. Isten vele, Szimbál. Sándor, ezt te kérted ezt a jelenetet, de miért? Mert hogy a szerelem ilyen szépen el is tud múlni, ahogy itt igen, a ködben Annát látjuk elkorcsolják? Igen, én azért választottam ezt a jelenetet, mert nekem talán ez az a leginkább néhány másodpercben megfogható képsor a filmben, ami nekem a leginkább a Szimbádot és a szimbádi szerelmet idézi meg, vagy szimbolizálja. Ez a nagyon idillikus táncban megmutatkozó szerelem, egyedül ketten egy férfi és nő, egy gyönyörű tánc a befagyott tó jegén, ami ott abban a pillanatban megszületik, és tulajdonképpen ez a szerelem ott véget is ér, és Szimbád maga engedi el a hölgyet, Annát. Egyébként őt megkérdeztem, egyszer találkoztam, hogy milyen volt neki ezt a jelenetet forgatni, és hát azt mondta, hogy egy fantasztikus élmény volt neki a Latinovicssal, és hogy egy élete egyik olyan élménye volt, hiszen ő is még akkor a pályája elején volt, hogy
tényleg olyan szép dolgokat mesélt erről a napról, amikor ezt forgatták. Hogy... És olyan szép az és oldal. Most is, nagyon igen. Nagyon szép az igen. Oldal, most is. De tudod, mi még a gyönyörű, ahogy ezt operatőrileg lekíséri, ahogy az örvény, ahogy a korcsolya, ahogy csúszik, igen, és ahogy... a jégen ott az az örvény, ugyanaz az minden ezt az emóciót támasztja le. És úgy ott van az avar, igen. Az elsárgult levél, ami, hogy de és utána ez az egész a ködbe vész, elmúlt, elillant, már emlék, múlt. Gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. 2015-ben ugye a Nemzeti Színházban megszületett a Szimbád című előadás Vigyánszky Attila rendezésében, amiben mind a ketten érintettek vagytok. Igen. Most nézzünk meg ebből egy ajánlót, és utána beszélgessünk tovább. Élet, levél, szent és megunt élet, mi jó volna visszamenni beléd? Ha a szemem láttára csal meg, Szimbád. Magát kerestem, majmunka, mert már nagyon régen nem láttam. Augusta, te ebben az előadásban rengeteg női karaktert megformálsz. Nem tudtuk itt hirtelen összeszámolni, de legalább ötöt, de inkább többet. 8 minimum. 8 minimum, igen. És te vagy ugye az ifjú Szimbád, a 17 éves ifjú Szimbád. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy egy valahol megfogható, közben a valóságtól elrugaszkodott történet itt, ez az egész Szimbád történet, és igazából vágyakat fogalmaz meg, ami a realitásban nagyon ritkán, illetve inkább soha nem születik meg. Beszéljünk erről a 8 karakterről, mert ugye sokat említjük, hogy mennyire sok nőbe volt Szimbád szerelmes, és tulajdonképpen minden nő az olyan, mint egy ilyen, nem tudom, tornádóként látom úgy magam előtt, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy valami közepe van ennek a tornádónak, de közben nagyon sok nőben keresi, mindig ugyanazt talán. Neked milyen volt eljátszani ennyi karaktert? Hogy tudod őket egy picit így, nem tudom, külön választani egymástól? Nem, igazándiból nem igyekeztem külön választani. Pontosan ez volt a lényege, hogy egy nő hányféle arca van. Egy nőnek. És hogy adott szituációban arra hogy reagál. Tehát az esernyős lány, aki széttépje levelet és zokog, mert Szimbád csak soha többé nem keresi föl, vagy Bercsényiné, aki önérzetes asszony, és nem adja magát könnyen, sőt egyáltalán nem adja magát, a kánkános lány, aki felemeli a lábát a nyakáig, és alig várja, hogy megfogja a derekát Szimbád. Tehát én ezekben a karakterekben más-más jelmezben többféle típusú, a nőnek többféle megjelenését és a Lilith-ségét is megpróbáltam megmutatni. A női sötét oldalt, hogy mire képes, hogy a férfi az övé legyen. Mert hiszen ez mindig kétoldalú. Tehát most itt festhetünk Szimbádról nagyon sötét képeket, de ehhez partnernek is kellett lenni. A 107 nő partner volt. Valamilyen úton, módon partner volt, hogy ő megszülessen, mint Szimbád. Tehát én ezt így éltem meg, és ettől én egy folyamatot éltem meg. Az egész előadás egyébként egy forgó színpadra lett rátéve. Tehát azt éreztem végig, hogy egy ringlispírben ülök, és pillanatonként így levegőhöz jutok, és akkor egy karakterként megvillanok. De én villanok meg. Nem a Tóth Augusta a civil, hanem az egy. Az egy nő, akik bennem vannak.
Tehát nagyon izgalmas játék. Én nagyon szerettem ezt az előadást. Nagyon-nagyon szerettem. Csodálatos volt megélni. Abszolút filmes volt, hogy a Vinyánszky Attila ezt színpadra rakta. Abszolút füllet volt, áporodott volt. És mégis volt benne valami letisztult tisztaság. Tehát ha eltűnt a műfüst, akkor előjöttek a lányokból a tisztaság. Akit főleg hát az főiskolás lányok hoztak nagyon szépen és fantasztikusan, és a fiúk is. Szóval én nekem ez egy nagy utazás volt, legalább akkora utazás, mint Szimbádnak a 107 nővel találkozni. Pedig a szerelem az egy tiszta érzület. Végülis ez valahol a regényben is meg van fogalmazva, de akkor ezek szerint te úgy érzed, hogy volt olyan nőtípus, akit szintén természetesen te formáltál meg, ahol ez nem valósult meg teljes mértékben? Már a tisztaságos szerelem? Természetesen. Tehát Szimbád azért nem volt mindig Szimbád néha könyörtelen volt. Teljes mértékben. Tehát ha én egy ilyen férfi típussal találkoznék, nem biztos, hogy szívesen odaadnám ebbe a történetbe magamat. Most vegyük el, hogy hány éves vagyok, és egyáltalán. De hogy... Tehát... Hát olyannyira, hogy ugye halálba kergette. Abszolút. Többször a nőket. Abszolút. Tehát például, ha jól emlékszem, akkor a virágárus lány, ugye... Így van. Ő a halálba ugrik. Így van. Megkéri a Szimbádot, hogy várjon meg, kinézek az ablakon, dobok magának egy virágot. És ő volt a virág. Igen. És egyébként ez azután, amit még a filmből láttunk, a majmunkás jelenet, az a virág csokor a kezében, az a virág csokor majmunkának azt a virág csokrot viszi, amit a virágárus lány dobott ki az ablakon. Tehát tele van ilyen csodaszép dologgal. És már a 17 éves Szimbád is ilyen kegyetlen volt? Nem, a 17 éves Szimbád az nagyon félős volt. Tehát onnan indultunk el, hogy én igazából nézem ezt a hajóst, egy kicsit így kívülről ebben az egész történetben, de már elegánsan és smokingban, és nézem, hogy hát hogyan is kell ezt csinálni. Próbálom ellesni az idő Szimbádtól, hogy hogyan kell a nőkhöz fordulni, és hogyan kell ezt az egész szerelem témakört megfogni. És hát az első felvonás végén volt az, hogy hát én egyből horgonnyal, tehát hogy én most az első szerelmemet megtaláltam, akiknek csókolommal köszönök, és most én itt fogok nálad lehorgonyozni, és egy élet együtt, ketten, Szűcs Nellivel csodaszép lesz, és akkor közben kacagnak rajtam a tapasztalt urak, hogy hát milyen béná fogalmaz itt a 17 éves kis Szimbád, és akkor ez a történet végén már egészen a párbaig és a cigarettázó pezsgőt magasról magára locsoló Szimbádig cipőből, ment el. Pezsgőt, cipőből. Igen, cipőből. De tulajdonképpen, hogyha végig gondoljuk, ugye Krúdi az 1001 éjszakát olvasva, Dickenst, Walter Scottot, tehát az ő, hogy kik voltak az ő inspirálói. Tehát, hogy ez az egész, ez biztos vagyok benne, hogy az ő visszaemlékezése és az ő vágyai és az ő élményei, és azok, amiket meg szeretett volna mondjuk élni. Tehát, hogy mi ebből a fikció, és mi az, ami a valóság, azt nem tudhatjuk, mert gyönyörűen van úgy elrejtve az összes női kapcsolat a Szimbádnak, hogy abból nem lehet kibogozni, hogy ki volt a valóságos és ki nem, de biztos, hogy volt benne valóságos. Olyannyira egyébként, hogy egy kis történelmi adalék, hogy még az sem volt igaz, hogy ő szeretett tenni, ez is csak egy legenda. Ő gyomorbajos volt. Igen, nem tudta megemészteni a tyúkuslevet. Akkor ez valószínűleg ez is egy vágy volt. Hát, igen, tehát sok nő vágyálma. Nézzük meg ezt a találkozást Szűcs Nellivel, mert hogy megvan nekünk ez a részletünk is. A kisváros dívájával. Ez nagyon jó. Igen. Szimbád. Köszönöm. Szívesen. Nos, Istenemmel, kis barátom. Isten. Talán rám várt? Nem. De hogy nem. 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 Az este hűvös. Szimbád, hogy megengedem, hogy hazakísérjen. Köszönöm.
hásvában ül. Igen. Ismerem, kedvényi urat. Tényleg? Én is. Azért mondom, mert ők vannak ott, hogy Portobágyi ural. Hát jó. Ha nem, akkor nem. Most nem. Nem. De remélem, holnap délután meglátod egy kis uzsonnára. Az első találkozás a szerelemmel, ugye? Ez valami ilyesmi. Igen. Vissza tudtad idézni a te esetleg első élményedet? Mert ugye nagyon sokszor a színész a saját maga élettapasztalatából próbál meríteni, hogy aztán azt valahogy meg tudja jeleníteni ugye a színpadon, hogy ehhez nyúltál hozzá, vagy ösztönösen jött az az érzés, mert pontosan tudtad, hogy milyen volt. Hát én remélem azért ennyire béna nem voltam, mint a fiatal. Nem, ez kinek mi az eszköze? Hát de karikírozni kell. De igen, itt egyértelműen volt egy ilyen helyzet komikum csinálva belőle, hogy a Revicki Gábor Gyuszibá engem ott meg tapasztaltak, érted, kiröhögnek, ahogy itt próbálkozik, meg minden, úgyhogy... De én nagyon szerettem ezt a jelenetet csinálni. Nagyon helyes volt, de nagyon jó volt a Laci is, ahogy látta, ahogy saját, látta magát, saját magát. Vagy ahogy mögött állt ugye az Eszter, aki ugye ő a... Hogy is fogalmaztuk meg? Mi is volt? Az hát, ő lelki múzsája? Igen, a szerelem maga, vagy maga. Szóval, hogy így egy ilyen női minőség a Szimbád lelkének igazából. Női minősége, igen. Az ő kivetülete volt, az ő karaktere Nagy Kálózi a képen mögött állt, igen. Van egy másik bejátszónk igen, is. Igen, igen, pont ezt akartam. A szerelem hősnője, amit ugye Augusta te játszol. Bercsényi Dánielné. Igen, akkor most ezt nézzük meg. Álljunk meg itt! Ó! A fogat megállt. Legyek Kossuth Lajos! Kossuth Lajos! Lajtól a bátyabon! Személyesen megjelent, hogy bátorítsa a magyar honvédeket. De szálljon le! Szedje föl pár görögyöt erről a szedvőről. És ön? Nem követ engem? Még Kossuth kedvéért sem szállna le? Nem. Vadállat módjára nézett rám, mint görgei! Ez milyen volt ez a Bercsényi Dánielné? Milyen karakterű nő volt? Szerint hát ugye özvegy. De biztos, hogy én bennem úgy élt meg ez a kis kinövés az alapvető egy karakteremben, hogy tulajdonképpen majdnem meg fölfalthatta volna a férfit, tehát hogy vágya volt arra, hogy férfi van, és hát valljuk be, tehát Szimbád szép ember volt. Tehát azért tudott minden nőt levenni a lábán, mert szép ember volt, vonzó férfi volt. De az erény, a kifele mutatott erény, amit elvárnak tőled, hogy te erényes vagy, ezt fontosabbnak tartotta, mint sem önmagát. Tehát, hogy mondjam, megélni ezt az érzést. Tehát ő az a típusú nő volt, aki kifele élt, és kifele azt kellett mutatni, hogy ő erkölcsös, azt hiszem. De valójában belülről biztos, hogy őt is megmozgatta Szimbád, különben nem ment volna el vele kocsizni. Budára, ha jól emlékszem. Igen, Budára. Tehát azért ezek, ha én nem akarok elmenni, akkor nem megyek. De ugye? Most Augusta, most mondd meg, én nagyon régen nem láttam ezeket a felvételeket, és az van benne, hogy olyan jó lenne ezt az előadást újra elővenni, igen, és játszani. Hát akkor majd szólunk. Annyira olyan, hogy mondjam, van egy ilyen, olyan romantikája, meg egyszerűen egy olyan bája. Világa, meg bája, eleganciája és atmoszférája van az egésznek, hogy így magával szippant, és egyszerűen én nagyon tudom, valahogy... Tehát nagyon szerettem ezt az előadást, és teli találat volt ugye a te karaktered, mindenki teli találat volt, de maga Szimbád is. Abszolút, igen. Tehát egy ilyen robosztus ember, mint a Mátrai Laci, tehát ez nem kérdés, hogy nem őt gondolod Szimbádnak, és amikor te mellé álltál, és mindenki tudta, hogy még pejhedző vagy, de hát utol fogod őt érni, és lám,
magasságban mindenben ugyanott vagy. Tehát, hogy ezt igen. Hát az ember néha úgy belegondol, hogy milyen kár, hogy ezt már nem játsszuk. Most sajnos el kell mennünk egy pár perc szünetre. Maradjanak velünk továbbra is, ez itt még mindig a Szélesvásznú történelem, és benne a Szinbád 1971-ből. A szünet után folytatjuk a szerelem témáját, boncolgatjuk, és persze az akkori korral is foglalkozunk. Folytatjuk műsorunkat, Csatári Bence kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és ez a Szélesvásznú történelem, és továbbra is itt van velünk a stúdióban Tóth Augusta, Jászai Mari Díjas színművész, érdemes művész, és Berettyán Sándor színművész. A Szinbád a mai filmünk, ami pont az élet és a szerelemnek a szeretetéről szól. Igen, a Szinbád című filmet egyébként olyan érdekes, talán sokan nem tudják, hogy nem is Latinovic Zoltán játszotta volna főszerepet, hanem egy óriás, egy színészolás, Vittorio de Sica. Bizony. És valahogy a korabeli kötött devizagazdálkodás, fogalmazunk finoman, hátrányai miatt nem lehetett őt megfizetni, és ezért aztán esett a színész királyra, Latinovic Zoltánra választás. Utólag azt kellett mondani, hogy jót szerencse tett a filmnek. Igen. Szerencse volt. Szerencse. Igen, valójában talán még így járt jobban a film. És Sára Sándor mellett még Gújdár József nevét is meg kéne említeni, aki viszont de szintén az operatőr mellett ezeket a csodaszép kockákat össze... Ezeket a mikrojeleneteket. Illetve a mikrojeleneteket. Egészen pontos. Mikrofelvételeket. Igen. Most akkor nézzük is meg Huszárik Zoltánról egy filmhíradó részletet 1982-ből, ahol a pályatársak emlékeznek Huszárik Zoltánra. Adottságai szerint Huszárik Zoltán grafikáival is állthat bennünket, sálások lehetünk azoknak az idegpályáknak, melyek géniuszát új a hegyeig elvezették. Sorsa okán ajánlom, tartsuk képzőművészetét a teljességre törekvő ember megnyilvánulásának, ne szolgálónak, amint urát kíséri a filmet. Mint egy tenyerében rejtőzködő angyal fogta volna eszközeit, olyan könnyed, hajszál finom és röpdeső a vonal, máskor meg, mint a véső lett volna a toll. Az első tökéletesség fölszínétől rontott a lényegig, úgy állította meg a mozgást, hogy a lélek folytatja tovább. Szerettek ennyiket, az volt éppen az, hogy azért is lett az után, szóval amúgy gyenge, mint egy fizikú ember lett volna paraszti munkában. Se könyveket szerette, látok azt, hogy van benne tehetség, és hát tovább tanult. Huszárik Zoltán tagja volt annak az osztálynak, amire Máriási Félix a legbüszkébb volt, ahová Szabó István, Gábor Pál, Kézdi Kovács Zsolt, Rózsa János és még néhányan jártak. Közülük is a legkedvesebbik tanítványa volt Zoli, akivel azokban az években is tartotta a kapcsolatot, amikor nem járt a főiskolára. Későbbiekben pedig, amikor nehezen indult a pályája, akkor is együtt dolgoztak, volt, hogy Zoli azért, hogy pénzt keressen, játszott. Utolsó filmje a Csontvári előtt rögzíthettük művészi hitvallását, arszpoétikáját. Amióta az eszemet tudom, képírással foglalkozom, valószínűleg ezt a hivatást is, hogy filmrendező legyen. Ezért választottam. A legtöbbet a művészetek egészéből, a költészettől és a képzőművészettől kaptam. S amit kapott, sokszorosan adta vissza nézőinek. Egyetértetek abban, hogyha azt mondom, hogy a Szinbád az az 1971-es vagy a 70-es években egy művészfilmnek számított? Tökéletes mértékben. Mennyire tudta Vidnyenszky Attila, vagy mennyire próbálta követni, ha nem is a filmet teljes mértékben, de ezt a fajta picit elrugaszkodott vonalat magában a Nemzeti Színháznak a rendezésébe? Hogy éreztétek a próbaidőszak alatt? Hát igazából ugye nekünk volt, ami egy ilyen kis filmességet adott neki, vagy egy ilyen dinamikát, meg egy ilyen vágástechnikát, amit ugye ez a film is nagyon sokszor használ, hogy egyszer csak levesszedünk, aztán látjuk a sárgarépát, meg a zsírcseppeket. Mi ezt valahogy egy ilyen narráción keresztül próbáltuk megoldani a színházban, illetve volt egy hatalmas, hát ilyen homlokzatfalak különböző színekben voltak, amikbe házak, tehát bele lehetett menni, és ez folyamatosan forgott körülöttünk, egyrészt mint az idő, mint egy másik helyszín, mint egy új kezdet, egy új nap, és mi ezzel próbáltunk meg a színházban játszani, és nagyon jól tudott működni, különösen ott a nagy színpadon ez a
tényleg az, hogy csak egy felet fordult ez az egész díszlet, már rögtön egy teljesen más helyen találtad magad. Abszolút. Teljes mértékben. Ez az, amit én mondtam, hogy ugye egy forgó színpadon ment a díszlet, és azon belül mi különböző ablakokon tudtunk kijönni, lábat kidugni, tehát rengeteg minden olyan, tulajdonképpen egy időspirált hozott létre Attila, és én nem hiszem, hogy ő törekedett arra, hogy a Huszárik féle film... Nem is arra gondoltam, nem, ő inkább az elrugaszkodottságra gondoltam. Ő a saját filmjét rendezte meg, és a saját... Igen, egyfajta ilyen élőszereplős film volt ez sokszor. Nyilván, amit megengedhet magának a film eszköztára, azt ugye a Huszárikék használták, amit meg ugye a színház, azt még meg azt, abban próbáltunk erősíteni. Tehát emlékszem például olyanra, hogy az elején még arról volt szó, hogy ilyen hatalmas nagy tálak fognak bejönni, és én, mint egyetemista, csóra egyetemista, baromira boldog voltam, hogy itt majd mindenféle sültek lesznek, és savanyúság, és italok, és végre, és a kellékesek persze izzadtak, hogy ez hogy fogják megoldani, végül nem lett, csak ilyen tepertő, meg kenyer, az is finom hogy volt. Cupákos hús. Igen, ilyen cupákos húsok lesznek. Aztán végül is, hát ezekről meséltünk a színházban, de az is olyan volt, hogy így, szóval, hogy... Érdekes. Pedig ha valami jó a színpadon enni, hát, röhögni is nagy öröm, meg enni is. Például ez a jelenet, amikor az ételekről beszéltünk, akkor ültünk egymás mellett a széken, mindenki kapott egy ilyen kis... Tehát egy ilyen kis... Fehér párteli szépen. Igen, igen, hát egy asztalkendőt, egy szalvétát. És előttünk feküdt majmunka és Szimbád. És tulajdonképpen Eszter pedig egy ilyen hamuval szórt be minket. Tehát mi mindenki beszélt az ételekről, meg volt mindenkinek a maga szövegrészlete. Igen. Üricombot ettünk ott mindennel, és tudod, az volt, hogy hát ez már jó 2,5 óra környékén volt az előadás. És láttad a nézőn is, hogy mindenki, úristen, menjünk haza, mert valami étteremben. És közben Eszter, hogy szórta ránk ezeket a pernyét, valahogy, és jött a füst, meg tehát tényleg olyan éterikussá vált az egész. Ez az előadás az Attila filmje volt a színpadon, színházi eszközökkel. De mind a ketten egységesen azt mondtátok, hogy most, hogy láttatok belőle részleteket, olyan jó lenne újra játszani. Mitől volt ez mégis ennyire jó élmény nektek? Tehát mi adta meg ennek a savaborsát kvázi, ennek a próbaidőszaknak és nyilván az előadásnak? Hát nekem egyértelműen ez a Krúdi világ, tehát ez a romantikus, hát ki ne szeretne Szimbád lenni, ki ne szeretne elhódítani 107 nő szívét, ki ne szeretné. Tehát ez egy olyan, annyira ilyen beszélő világ, egy olyan zenéje van, illata van ennek a világnak, amit a Szimbádban olvasunk, és tényleg érezzük, hogy az a fiákkerkocsi, vagy tehát hogy ott milyen illat van benne ebben, és ez nagyon kevés szerintem mű, regény, novella, bármi tudja kelteni az emberben, hogy ilyen annyira képi, és annyira ugyan próza, de líraian próza, hogy ilyen illatokat kezd el meg ízeket érezni az ember. Igen, tehát abszolút. De nekem meg pont az, hogy ennyiféle nő lehettem. Tehát általában az ember ugye lesz Medea vagy Lady Macbeth, érted, de hogy bementem, és Szimbád által, hát azt hiszem minimum 8, de mégis 8 féle megjelenése volt ennek a nőnek, és ezt én nagyon élveztem. Légiesen, könnyed, napsugaras mosolyú, kemény, elutasító, szívet kitépő fájdalom, ahogy elsiratni, felsikoltani. Tehát olyan amplitudókat élhettem meg, amiért a színész színész lesz. Tehát olyan energiákat kellett megmozgatni benne, és azokat gyeplőként kézben tartani, kiugrasztani, visszafogni, decens nővé válni, szaladó, világból kirohanó, világfájdalommal, meghalni akaró nő, ezek jó dolgok. Beszéljünk arról is, ami nagyon fontos, hiszen két kiváló színész ül itt szembe velünk, hogy most éppen mibe vagytok, mire készültök, és mi a helyzet most a hivatásotokkal kapcsolatban. Sándor, most téged kérdezlek először. Én Nemzeti Színházban 16
azt hiszem most szám szerint 16 előadásban közreműködöm, különböző szerepekben. Ebben az évadban volt a Bánkbán a évad elején, ami egy hatalmas nagy lehetőség és kihívás volt, utána pedig a Revizorban én voltam a Bobcsinszki. Azt is nagyon szerettem, teljesen más két karakter, és most pedig elkezdtünk próbálni egy Lear király átiratot, ez nagyon izgalmas, egy Lear King Show, ez lesz a címe az előadásnak, és a Lear királynak, hát néhány alap, hogy mondjam, ilyen tézis maradt meg az egészből, és egy ilyen nagy új vízió, és abban leszek az Edmund. Augusta? Hát nekem egy kicsit nehezen indult most az évad, egy pár olyan új darabom elmaradt tőlem függetlenül, de most együtt próbálunk a Sanyival, és én Lear királynak az egyik lányát, Regant fogom majd megformálni, és természetesen Sanyi a szeretőm. Igen, én vagyok az Augusta szerető. Tehát egyszerűen Sanyival most már mi kezdünk így összenőni. Igen. Így, hát korban még nem, de... És Valéri Fokin rendezi, és Kirill Fokin írta ezt az átiratot, és hát én nekem nagyon boldogságos volt a januárom, mert az Ők tudják mi a szerelem című produkciónkat, mint tévéfilm fölvettük, és nagyon várom, hogy majd, amikor kijön ez a film, hogy tényleg nagyon jó hangulatú forgatás volt, tehát Nagy András volt az operatőr, nagyon jó, nagyon hidegben voltunk, de nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez a forgatás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az visszajön-e a filmen, amit akkor ott átéltünk. Úgyhogy nekem eddig nagyon gazdag volt ez a 24, és hát már majd utána, ahogy befejezem, Fokinnal május 11-én, utána jön egy belga rendező, és vele fogok gyakorlatozni, mert vele ősszel kezdünk, ha minden igaz. Egy nagyon izgalmas mozgás színház, egy expresszionista színházi létet fog megkövetelni. Majd ennyi. Hát akkor tervekben nincs hiány. Nincs hiány, és nagyon sok sikert kívánunk nektek a premiérhez, és nyilván a további színházi munkákhoz, és izgatottan várjuk a következő bemutatózókat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánunk nektek. Szervusztok. Ez volt a Szélesvásznú történelem. Tartsanak velünk a jövő héten, és akkor is egy igazi magyar klasszikus filmet hozunk el önöknek. Köszönjük, hogy ma este is minket választottak. Viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra.